hullámosásra szorul neki vasalban, mert beköntörödött, behullámosodott, tehát most jelenleg így néz ki. Viszont van egy teljesen újfajta sampon meg bors, amit végül ki szeretnénk próbálni, majd elmondom arról is a véleményem. Egyébként nem a L'Oréal-nak a fekete dobozos samponját vettük, a hialuronsavasat. Kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Ha nem fog beválni, akkor majd, amikor elfogy, váltunk a fekete dobozosra. Nos, hát sziasztok! Igazából itt van a múltkori hajmosás utáni hajkinézetes felvétel, mekkor még a Total Repair 5 samponnal, balzsammal volt a hajtisztítás minden. Jó nagy lenövésem van már egyébként, szóval majd lassan bodrászhoz kell menni. Na, mindegy. Igazából itt látjátok, hogy vizesen, hogy milyen állapotban volt, stb. Ez pedig mikor mentem a városba, és már hiába hajmosás előtt voltam már akkor is, meg akkor mennyi, 3 nappal ezelőtti felvétel, de már akkor is elég erősen szükséget volna hajmosásra. Viszont nem akartam nagyon indulásőt hajat most ennyit elhozatás, mert csak inkább csak kivasaltam előtte, direkt befújtam keratinos hővédővel, meg befújtam a szérummal is, mert azért azt meg segít neki, hogy ad egy tartóságot, regenerálja, hidratálja, stb. Szóval így ezzel is próbáltam rá vigyázni, erősíteni, még hogyha ezek károsítják a környezetet, akkor is, de egyszerűen azért, amit muszáj, azt muszáj, bármennyire is nem értünk sok dologgal egyet, és sok dologban egyet, na mindegy, és 180 fokon vasaltam a hajamat, egy Philips hajvasalom van, mint ahogy láthatjátok, és hát igazából elég macerással lehet hajamat vasalni, mert minden beáll hajvasás előtt, közben, után, csak oda nem, ahova én szeretném. Amikor meg már pár nappal hajmosás előtt, akkor meg rettenetes, sem lehet vele bánni. Na de mindegy, itt úgy, ahogy te kész volt. Szóval ja, jövök vissza, nem narrációval. Nos, a hatásosabb kedvéért elmondanám nektek, hogy ez a függöny elég furán áll. Másodszor pedig az, hogy mivel nem volt annak a bizonyos samponnak a balzsami egy másik, ugye a totál hiperöntősnek vettük a balzsamját, viszont vettünk egy bizonyos dolgot, ami ápolóként majdnem ugyanúgy funkcionál, mint egy balzsam, vagy valami ilyesmi. Szóval először is megmutatnám a szokásos terméket, az a keratinos, 200% keratinos regeneráló balzsam. Igazából ugyanúgy a totál hiperölt. Az új szerzemény az a Hyaluron Plumpet, akár 72 órán át hidratáló sampon, dehidratált hajra, igazából az van rá, hogy az élettelnek látszó haj vízhiányra utal, hidratáló samponunk bevonja a haj kutikuláját, és a termékcsapba tartozó balzsam használta együtt akár 72 órát hidratálja a hajat, és akár 10-szer hidratáltabbá teszi hyaluron sav erejével. Tehát ez egy 400 ml-es kiszer, igazából is így néz ki. És amit balzsam helyett vettünk, igazából az ez a bizonyos terméknek a L'Oréal Essence Hyaluron Plumpos tusznak a pakolása, amire pedig az van írva, hogy azonnal intenzív hidratás biztosít a hajnak, nedvességet tölti fel a hajat, samponnal együtt használva 10-szer hidratáltabbá teszi a hajat elnehezítés nélkül. Vigye fel egyenletesen a haj hosszára, tolkozza bele, hagyja adni 2-3 percig, majd öblítse le. Igazából erre ezt meg is mutatom, hogy néz ki. 300 ml-es kiszerelés. Jaj. Ahogy olyan jó illata van, gyerekek. És csak így próbálom óvatosan tanulnom, hogy ezt. Tehát látjátok, hogy folyókázik meg minden. Látjátok. Jaj. Menjél vissza. A másik pedig, és hát ami még kimaradt,
nem kiöblítendő ápoló, ez egy hidratáló szérum, amilyen pompás kiszerelése. Száraz vagy nedves hajhosszára vigye fel, formázza a haját szokás szerint. Hidratálja a hajat akár egész napon át, rugalmasabb, tehetebb haj, akár 72 órát tartó illat elnehezítés nélkül. Tisztrás hidratálásért és rugalmasabb haj. Hát igazából ezek a dolgok lettek vásárolva. 150 méteres ez a viszály is egyébként. Hova itt volnék egy újabb ilyen voiceoverrel? Ez meg igazából a videó lezárása. Szóval, ja.